Sziasztok! Jó estét mindenkinek! Köszönjük én is, sziasztok, szép estét! Hányan jöttek 8-ra? Tegye fel a kezét, aki 8-ra jött. Mindenki 7-re jött? Tegye fel a kezét, aki 7-re jött. Fú, de kellemetlen. Jó. Tehát akkor ki volt itt, amikor bejöttem és elmondtam, hogy 8-kor kezdődik és nem 7-kor? Jó. Tehát... Ott próbáltam humoros lenni, de én életemben ilyen rosszul nem éreztem magam. Szóval ez volt az első felvonás, mondjuk úgy. Hopp! Akik 8-ra jöttek. Sziasztok! Az én embereim! Szóval sok szeretettel köszöntelek titeket. Köszöntünk titeket. A Csóri Szalon idei projektjének a 8. állomásán. Először vagyunk itt az akváriumban. Hála Ceglédi Szabi Szaszának és Balla Gergő barátaimnak, akik megkérdezték, hogy mi lenne, ha itt lennénk néha, így a pokettel, meg a különböző projektekkel. Bocs Balázs, még nem fogok engedni megszólalni. Köszöntél már nekik? Igen, próbáltam beszuszakolni magam, hogy sziasztok, szép jó estét. Üdvözlöm én is a 8-ra jövőket. Ja, mert ugye ezt nem egyeztettük, hogy mi alapvetően színház, vagy én meg a csapatom színházi emberek vagyunk, és ugye itt nem tudom, kapunyitás 7-től, és akkor 8-tól van a koncert. Szóval ez a kapunyitási pánik. Így van. Ez mondjuk, igen. Ja. Te Csóri Szalon. Covid alatt találkoztam Csóri verseivel. Én nem sokat tudtam Csóriról. Népi költő, talán gyerekversekre asszociáltam volna róla, és elém került egy Szőlőhegy háború után című vers. Egy ilyen várkert, bazáros valami verses fellépésem. És az volt az utolsó két sora, hogy visszhangot keresek, és társakat, hogy éljek. És a színészeknek, amikor szöveget mondunk, néha meghallod, hogy egy mondat olyan természetesen cseng a szádba, hogy tudod, hogy ez a mondat teljesen a tied is. És sokszor tudod, hogy miért a tied, és sokkal izgalmasabb, amikor nem tudod, hogy miért a tied, de hallod, hogy a tied. És én tudtam, hogy ez, és hallottam, hogy ez az én mondatom, hogy visszhangot keresek, és társakat, hogy éljek. És Covid miatt volt időm, és elolvastam az egész Csóri életművet, és rájöttem, hogy itt van egy olyan 20. századi alak, aki eszméletlen példakép, akinek most így akinek meg tudnám fogni a kezét, akitől életem nagy kérdéseit fel tudnám tenni, és mint egy nagypapa vagy apuka várnék tőle válaszokat. És ezért tőle ilyen jó ízű pofonokat lehetnek a mai világban egyébként. Igen. És csináltam egy előadást, hogy feltettem a kérdéseimet, és hagytam, hogy a Csóri életmű válaszoljon. És ebben nagy segítségemre volt Csóri özvegye, vagy ő mondaná a felesége, Balogh Júlia. És elkészült az előadás, de én feltették nekem ezt a kérdést, hogy hogy tudnánk ezt tovább gondolni, hogy tudnánk még átadni embereknek ezt az életművet. És én mondtam, hogy nekem vannak azért kis példaképeim, meg olyan emberek, akikre felnézek, vagy zenekarok, és mi lenne, ha választanék 10 számomra fontos zenekart, akiktől csak összesen annyit kérek, hogy kicsit foglalkozzatok Csórival. Nézzetek rá. És nem baj, ha nem tetszik, sőt, akkor van miről beszélgetnünk. És így kerül ide Balázs, akit elsőnek kértem fel, és biztos voltam benne, hogy utolsóként lesz kész, de 8. helyezést ért el, mint Baumgartner Zsolt, azon a szép Magyarországnak különösen fontos napon. Utolsó helyről a 8. lesz, szerintem gyönyörű. Nagyon egy ekkora mezőnyben. Igen, én emlékszem, hogy Baumgartner ugye 9. volt, és Fisichellát kellett megelőznie, de a Fisichellának már csak 3 kereke volt. És ebben volt egy ilyen nagy magyar igazságszolgáltatás. Igen. A 0. pálya, a méltán híres. Igen, és akkor ott volt. És emlékszem, hogy ugye pénzt kellett gyűjteni, hogy a Baumgartner tudjon indulni a Forma 1-be, és annyira emlékszem, hogy a rádióban reggel úgy gyűjtöttek pénzt, hogy mert nem akartak adni az emberek, hogy megszólították a Zsoltokat külön, hogy mi Zsoltok fogjunk össze. Én emlékszem, hogy ez elhangzott a rádióban. Na. Azt hittem, hogy az Esmeralda meg a kiszabadítás zseppénzeket próbálták átcsoportosítani a Forma 1-be, de akkor nem. Jaj, megfogtam? Igen, Esmeralda. Igen.
No, de akkor vissza a Csóri szalonra. Tehát Balázs elkészült a dalával, és beszélgetnék Balázsról, Csóriról, és aztán természetesen meg lenne a dal premier. Szia! Édes barátom! Szervusz! Balázs. Nagyon köszönöm a felkérést ezúton is. Én köszönöm, hogy megcsináltad. És hogy, tehát először kicsit beszélgessünk rólad. Honnan jöttél, Balázs? Miért van gitár a kezedben? Honnan a nevem? Ugyanonnan jövök, ahonnan a gitár, ha mondhatom ezt így, és azért válaszolok ezzel így, mert hogy édesapám házában, ahol én fölnőhettem, úgyhogy elárulhatom, hogy nem tagadott ki. Ez egy jó dolog, és az ő nevét örököltem jó magam is, úgyhogy édesapám is Szabó Balázsként járta ezt a világot, és hát ő a katonaságban rengeteget zenéltek is, és földolgoztak mindenféle dalokat nagyon, nagyon komoly szinten. Megtaláltam így középiskolásként a katonakori följegyzéseit, és tehát ahogy az angolt hallották a rádióban, úgy írták le papírra, ékes, kockás papírra a Beatles számokat, és tehát a lábjú pontos ével és hosszú, valahogy azt magyarul írni kell. Ezek voltak hűvös halomban, ezeket találtam meg, és akkor így évekkel később azért beazonosítottam, hogy azért édesapám nem Meolának volt a jobb keze, hanem valószínűleg ennél egy kisebb történet van, de én gyerekkoromban ő mégiscsak az első gitáros volt, akit megismertem. És az ő gitárja a falon, az szent volt és értetetlen, nem szabadott hozzányúlni, úgyhogy egészen középiskolás koromig kellett kerülgetni azt a falat. Szóval így találkoztam én a gitárral, meg édesapámmal, és így lett a gitár az életem egy ilyen olyan eposza és része, hogy az egy megérintetetlen és egy nálam magasabb lévő dolog, ami egy szent falon lóg, és a gitár így került be az életembe. Aztán középiskolában megláttam ennek a dolgát, hogy ez milyen vagány dolog, mert volt osztálytársam is, volt meg évfolyamtársam is, aki nagyon komoly szinten gitározott, úgyhogy mondhatom, hogy inspiráltak is, de nem csak az a rész, hogy milyen technikásan gitároztak, hanem az is, hogy a hosszú téli napokon a gimnázium folyosóin, amik szünetben azért egyáltalán nem pangtak, kiültek gitározni egy radiátorra, és akkor ők voltak a hely sztárjai. És hát erre áhítoztam én is, és átsingóztam én is, úgyhogy gimis harmadikosként kezdtem el titokba gitározni, tanulni, mert gondoltam, hogy otthon majd megijednek, hogyha azt látják, hogy én elkezdtem gitározni, akkor biztos én majd valami zenész leszek, vagy ilyesmi. Úgyhogy gimi negyedik elején ismertem el, hogy itt valami baj van, mert így egyre többször lebuktam, meg akkor mondtam otthon, hogy elkérhetném a szent gitárt a falról, hogy bevegyem a kollégiumba, hogy gyakoroljak. És akkor mondták otthon, hogy de hát miért kérem el, amikor nem is tudok rajta játszani, és akkor ott ilyen vizsga jelleggel le kellett játszanom néhány akkordot, és akkor bevihettem a gitárt a kollégiumba, mert én ott közben kölcsön gitárokon megított, azt nem mondom, hogy lopott gitárokon, de szóval mindenféle sérülések közepette tudtam gyakorolni, és utána meg édesapám gitárján kezdtem el méltó tanulmányaimat a refibe, amiben szintén közös pont Sórival, akkor itt az első közös pont, hogy én a debreceni refibe jártam, hogy ő a pápai refibe járt, úgyhogy refis múlt és életmód, és hát így kerültem össze én a gitárral, így bútoroztunk össze, aztán onnantól kezdve meg ez már nem az a gitár, de mégiscsak mindig ott nyugszik mellettem, körülöttem. Emlékszem, amikor Balogh Júliának kérdezte, hogy kiket kértem fel, és mondtam a sorrendet, és mondta, hogy Jó. És mondtam, hogy Szabó Balázs, és azt mondta, hogy egy rendes református. Emlékszem. Akkor az egyházi hírem megelőzött. Erre mondják. Mi volt az első dal, amit megtanultál? És milyen szándékkal? Fú, ezt nem tudom kigutatni neked a rengetegből, de biztos, hogy az első között volt Cseh Tamás is talán, meg Zorán, meg azonnal is, azonnal voltak saját ötletek is természetesen, mert ha már az ember tud két akkordot, akkor az már egy aranybánya, és akkor ott lehet valahogy, mert egyébként akkor is elkezdtem írosgatni. Életem első álomkoncertje az volt, hogy a debreceni refinek a dísztermébe elképzeltem, hogy majd ott játszom, és akkor tele van a díszterem, és megáll egy pillanatra Debrecenben az élet, és mindenki csak azt hallgatja nagy áhítattal, hogy én eljátszom a friss dalaimat, az első, és talán akkor még úgy gondoltam, hogy lehet, hogy utolsó dalaimat.
Ez meg is történt, negyedikes koromban első fél évben jártunk, ez majdnem mondtam az évszámot, de jobb, ha nem mondom, és hogy ez megtörtént, és hogy én így nem csak utólag, de akkor is persze tudtam, hogy ilyenkor nálunk elég szigorú volt a rend az iskolába, és ez 8-tól 9-ig volt az az előadás, koncertnek eleve nem szabadott hívni, és hogy nálunk akkor nem volt kimenő, és akkor el lehetett jönni a koliból megnézni ezt a nem koncertet, és persze tele volt, és mindenki örült, hogy elmenekülhetett a kollégiumból, úgyhogy mondjuk úgy, hogy még a Csilláron is lógtak életem első koncertjén, és ott kaptam el ezt a betegséget, hogy zenélni kell, szabad, muszáj, és bármi áron akarok. És egyébként ott már játszottam egy-két adit, néhány sajátot is. Most nem sorrendben mondom a fontosságot, mert csak akkor Juhász Gyula Csönd felé. Volt azt hiszem egy József Attila is. A többi az teljesen a múlt ködébe vész, de valahogy így indult, és ezek voltak az első lépések. Tehát teljesen már valahogy akkor is éreztem, hogy a dalszöveg nagyon fontos és inspiráló, és hogy az legalább annyira... Nekem zenészként akkor ilyen védőhálónak is tűnt, vagy akkor még csak ilyen csibe zenészként, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, hogy azt éreztem, hogyha egy nagyon erős verset éneklek nagyon rosszul, rossz gitározással, még akkor is lesz a végén egy ilyen egy nagy taps, hogy így jól van, legalább ő figyeli Adit, vagy olvasott már József Attilát, jól van, a mi fiunk vagy, és akkor ez nem akkora kudarc, mint hogyha eljátszok egy saját számot, és aztán így... Tehát biztosra mentél a költőkkel. Igen, volt egyfajta, részben nagyon meg is fogott, azt is éreztem, hogy kimondják helyettem, sokkal jobban, sokkal pontosabban. Ki mondta ki legpontosabban téged? Amit azóta gondolok, hogy amit akkor gondoltam. Amit akkor. Engem akkor Adinak az Uram háborúból jövök én, mindennek vége, békíts ki magammal s magaddal. Valahogy ez volt az első olyan, ami engem így akkor így, hát gimisként én is depressziós voltam, meg akartam halni, verseket írtam, gitároztam, tehát hogy meg tényleg... Adi földid nagyjából. Igen, tehát abszolút ez a érdekes módon Petőfi is ilyen alföldi ember, de valahogy engem Adi sokkal inkább nyakon csípett az akkori borújával, és hát tényleg én is ilyen világegere voltam, mondhatom így, hogy ilyen nagyon szomorkásan tudtam élni és viselkedni akkoriban a gimibe, és így Adi ehhez nagyon-nagyon passzolt. És valahogy először őt éreztem szócsövemnek, hogy azt éreztem, hogy Adi kimondja. Aztán nagyon érdekes, hogy a következő évek, meg a 20 éves koraim után meg elsodródtam tőle viszonylag messzire. Nem nagyon messzire, de ha most megkérdezik, hogy ki a kedvenc költöm, akkor nem Adit mondom, de akkor nagyon meghatározó volt. Muszáj megkérdezem, hogy kit mondanál. Hát az egyiket elég jól ismered, Pilinszky János. Szilágyi Domonkos a másik egyébként, aki nagyon, nagyon olyan sorokat ír, vagy úgy fogalmaz, hogy, ahogy te is így a bevezetőben fogalmaztál, hogy mint a helyettem beszél, vagy olyan jelzőket, vagy olyan dolgokat használ, ami nekem nagyon is otthonos. És aztán meg szerencsére olyan színes ez az irodalom, hogy tele voltam. Nekem a Csóri történethez is, Csórit én sem olvastam olyan sokat, sőt keveset. Nagyon sokszor inkább a címei tetszettek, és volt, hogy beleolvastam, és akkor így elakadtam. De inkább ez a korom miatt volt, meg amiatt volt, hogy éltem az életemet, és szaladtam, és azért annak neki kell ülni egy Csóri nagyobb műnek, de ugye Németh Lászlót rendre összekötik részben Csórival, de hogy valahogy ő is inkább hamarabb került elém, vagy az ő verseit, vagy a prózáit hamarabb olvastam, mint Csórit. Radnóti is természetesen nagyon-nagyon fontos, de ezek ugye kiderülnek részben amiatt is, hogy kikhez nyúl vissza a saját zenekarom is, de hogy ez nem véletlen, mert hogy mondjuk úgy, hogy terelgetem a saját sorsunkat, amennyire tudom, hogy tényleg igyekszünk olyan írókhoz, költőkhöz nyúlni, akik
nem divatosak, vagy nem csak azért, mert sokan szeretik, vagy nem, hanem hogy tényleg olyan hatással van rám és ránk, hogy az mind zeneileg is inspirál, meg legfőképpen, ami sokkal fontosabb, mert minden onnan jön, hogy az ember lelkileg le tudjon ásni egy kis olajlámpával is, ott a tárnákban barangoljon egy kicsit, és találjon valamit, akár olyan áron is, ahova nem mer lemenni a szürke hétköznapokban, vagy nem mer, vagy nem akar, vagy eszébe sem jut, hogy lemenjen. Ez egy nagyon izgi kihívás, és ahogy telnek az évek, meg mondhatom így most már, hogy egy-két évtizeden én is túl vagyok, hogy azt látom, hogy ez az egyszerűnek tűnő feladat egyre bonyolultabb és egyre nehezebb, mert olyan mindig viharos időket élünk, és mindig el lehet mondani, hát, hogy még soha nem volt ennyire zaklatott a világ, mint most, de tényleg napról napra olyan harcokat kell vívni azért, hogy az ember hozzáférjen a saját lelki világához, hogy az egészen néha megdöbbentő számomra is, hogy saját magamnak nem hagyok időt arra, hogy végig gondoljak dolgokat, vagy hogy amikor elolvasok valamit, akkor vegyem azt a luxust, hogy a haladás érdekében tovább lapozok és tovább megyek, főleg, ha egy regényről beszélgetünk, de néha pedig egy-két sor annyira megfog és annyira megérint, hogy akár ott be is lehetne csukni az aznapi olvasást, és azt tovább viszi az ember. Pilinszki kapcsán mi magunk is rengeteget beszélgettünk ilyesmiről, hogy néha egy-két sor elég egy-két hétre, egy-két hónapra, néha egy évre is. És nagyon szeretem azokat, pont azért azokat az írókat, akiknél van ilyen kis megymag, mondhatom így, hogy így lehet bontogatni, aztán lehet kiköpni, megkeresni, összeszedni, pofont kapni érte, hogy miért köptet ki a megymagot, vagy éppen játszani, vagy milyen messzire tudott köpni, és ezek mind számomra lelki játékok és lelki ügyek, és ezek nagyon fontos abban az útban, szerintem, hogy az ember hogyan terelgeti a saját kis életét végig, az elejétől a nem tudott vége felé, inkább így mondom, mert soha nem tudjuk, hogy hol a vége szerencsére, de ezek a dolgok nagyon sok karót leszúrnak nekünk, ami mentén lehet közlekedni, vagy amik én azt hiszem, hogy segítenek. Az meg csak egy ajándék, ha mint családi, mind ilyen indítatás, mind ilyen lelki, vagy bármilyen olyan dolog, ami az ember érzékenyé válik arra, hogy ezek a sorok, ezek a gondolatok igenis izgalmasak kellenek, és akarom ezt a fajta emberi mélységet átélni, és kipróbálni, és végig gondolni, az azt gondolom, hogy igenis ajándék. Mert olyannal is találkozom számtalanszor, amikor ez nem fontos kérdés. Mert jó van úgy minden, ahogy van, és hogy nem kell ezzel különösebben foglalkozni, és hogy nem ennyire bonyolult a világ. És nekem is vannak nem bonyolult napjaim, meg vannak nagyon bonyolult napjaim. Hát a költészet az egy a bonyolult napok mellé való cukor a kávéba. Hú, ez jó hosszú megszólalás volt. Néha elvesztem. Jó vagyunk az első 6 perces. Közben így gondolkoztam, hogy milyen a jó riporter, amilyen én nem vagyok. Ugye? Na ne aggódj, mert én sokkal rosszabb alany vagyok annál, tehát te most tudsz tündökölni. Akkor ez egy jó duett. Ez egy jó duett. Igen. Mert három témát is el akartam közben mondani. Na, ha Balázs most abban vagy, akkor azt fogom mondani, na, tovább mentél. Na, hát akkor most inkább ezt mondom. Na, hát meg egy kicsit tovább mentél. Hát olyanokról maradtunk le, mint Horn Gyula, a Kiss zenekar. Első kirúgás a Mártás iskolából. Egy Pilinszki töredék, amit ma már mondtam neked, és ma találtam véletlenül. És akkor, ahova érkeztünk, ezt majd a DVD extrákban. A Kisvinyánszki forgatta a Viszkis filmben, ő volt a legjobb barátja, a Erdély legjobb barátja a Viszkisnek. És forgatott nagyon sok napot, és felhívta a Antal Nimrod, hogy ülsz? Igen. És arra gondolt Attila, hogy valami díjat fog kapni a filmen. Hát figyelj, hogy összevágtuk a filmet, és 4 óra, és muszáj kivágjuk az erdélyszálat. És Attila gondolkozik, hogy hát végül is akkor még a Buda, még 3 bankrablásban benne lesz. De hogy igen, csak ki kell vágjuk az első éveket. És akkor itt tulajdonképpen nem lett értelme a szálladnak, és akkor kivágtuk a jeleneteidet. Hát jó, de Nimród azt mondta, hogy van egy jó híred. Igen, hogy végül belementek, hogy a DVD extrákba. És azóta Attilával lesz, hogyha bármilyen darabunkból kihúzunk valamit, akkor mondjuk, na, ment a DVD extrákba. Na, azt akartam kérdezni, hogy van-e olyan dalod,
ami apudhoz köt. Ja, van egy, ami egyértelműen az apámval tud, akkor az apukám elvesztése után egy évvel íródott. Ez a, mondjuk úgy, hogy a, hát az én szálamnak még a legvége, vagy még ne, remélem, hogy nem a legvége, de ő mindig is inspirált, pedig ő ilyen mumóféle hallgatag ember, tehát ővel beszélgettem a legkevesebbet a családból, vagy de szerintem bárki a családból, tehát ő tényleg a cigarettázó ember a tornácon, aki néz az Alföldbe bele, az Alföld meg visszanéz, és ők így el vannak. És mindig, amikor ilyen, akár anyukám éppen szidott engem, vagy bármi ilyesmi történt, akkor mindig odaszólt neki ilyen hányaveti módon, persze nagyon mérgesen, ilyen vidéki asszonyi módon, azért erélyesen, hogy mondjál már te is valamit, és akkor nagyjából ilyesmi volt, hogy ilyen, na hát így, ahogy anyád mondja. Tehát, hogy így körülbelül így volt ez a dolog, de valahogy mégis az ő hallgatása is, ő az a fajta ember volt, akit nagyon sokan szerettek a faluba, és nagyon, és nem csak gyerekként láttam, én már felnőttként is láttam, meg nagyon sok olyan beszélgetésem volt, mert hogy tényleg őszinte szívvel mondhatom, és kihúzott háttal, hogy egy ilyen falu által elismert ember volt, és emiatt jó, nem csak emiatt is, de egyébként is számomra mindig is példakép volt, mert kicsi gyerekként is, amikor kergettem a pálcával a kereket, és szaladtam utána, akkor is valahogy azt képzeltem, hogy én is megyek villanyszerelni, és együtt megyünk, és aztán később mentem is vele sokat. Én kevertem a gipszet, ő megcsinálta a hasznosabb dolgokat. Úgyhogy így. Jókor hagytam abba? Igen. Szépen. Felhívtalak, illetve nem kellett felhívni, mert egy héten két napot együtt töltöttünk. És mondtam, hogy lenne ez a csóri projekt, és talán nem is mondtam sokkal többet. Csak hogy légy szíves, kezdj elolvasni. És innentől mi történt? Nagyjából az, ami veled, ahogy így mesélted az elején, azért nekem is bevillant, hogy így volt bőven bepótolni valam csórival. Legelőször megnéztem azokat az emlék töredékeimet, amik így voltak fel a pokol könyöklőjén, például az nekem így nagyon, nagyon megmaradt, de nem olvastam még végig, és azóta is még ott van a kis puttonyba, hogy muszáj végigolvasnom, és végig küzdenem magam rajta. De a Csóri verseivel valahogy így sehogy nem álltam, úgyhogy belevetettem magam, és a versein így végig szemezgettem magam. Aztán emlékszem, hogy így mondtam neked egy-két címet, és akkor már a többiek már javában megzenesítettek egy-két dolgot, persze nem tudtam, hogy ki mit, és akkor elkezdődött egy ilyen kvízjáték köztünk a Hasival, hogy mit szólnál, ha ezt vagy ezt, vagy ezt, ezt már megcsinálták. És akkor rájöttem, hogy mindig ráakadok olyanokra, amit más is megtalált, valószínűleg nem véletlenül, mert ugye két dolog van ilyenkor, amit az ember zenészként keres egy versben. Az egyik és legfontosabb, hogy inspiráljon. A másik és kevésbé fontos, hogy tegyük föl, így tudom megfogalmazni puritánul, hogy könnyű legyen megzenésíteni, tehát hogy valamilyen szinten kiadjon egy olyan szótagszámot, vagy egy olyan rímképletet, ami legalább valahol találkozik, vagy köszönő viszonyban van, hogy aztán tényleg ne egy olyan dalt énekeljen, ami már megint kimondtam egy szót, hogy vagy dal lesz, vagy nem, vagy marad vers, de hogy egy olyan muzsikálás legyen a végén, hogy így, mint amikor én beszélek valamiről, hogy így értem, tök szépen hangzott, de hogy ez mi? És hogy próbáltam egy olyan találkozástra szert tenni, hogy a vers tényleg találkozik a muzsikájával, vagy a belső hangjával. Ez szerintem a vers megzenésítéseknél eleve egy nagyon kényes és nehéz ügy, mert verset megzenésíteni egyszerűen nagyon könnyű és végtelenül nehéz. Én is emlékszem, még jó magam is, föl is léptem még ilyen 19 éves koromban, elmentem a Kaláka Fesztiválnak a versenyprogramjába, és még a Diósgyőri bárba volt akkor, és akkor Pilinszkiket játszottam nagyon bátran, és egyszálgitárral. Én voltam majdnem az egyetlen ilyen egyszálgitáros, mindenki más ilyen mindenféle nagy zenekarok jöttek, és nagyon, nagyon szép csilli-villi zenéket játszottak, úgyhogy én ott megsemmisültem, hogy én meg eljátszottam így a hiába ide-oda az érzés, hogy majd Pilinszki megment, mert hogy legalább a vers jó.
Aztán külön díjat kaptam, életem első díja volt egyébként. Úgyhogy ezt már csak így még soha nem mondhattam el. Nekem egy ezüstérmem volt. Negyedik lettem sakkversenyen, kerületi sakkversenyen, de maradt egy ezüstérem, és odaadták. Hát ott bátraké a szerencse. Hát én is így voltam ezzel. Szóval, hogy azért kicsit ebbe is belenőttem, és láttam, hogy milyen az, amikor egy megzenésített versnek valóban van ereje, és nem csak a szöveg által van ereje, hanem tényleg találkozik a mondani való a zenével. És aztán az évek alatt bennem kifejlődött az a fajta, mondhatom így, hogy igény, hogy szerettem ebbe kísérletezni is. Tehát, hogy akár egy olyan zenéhez, amihez mindenki azt mondja, hogy fú, hát ez egy nagyon lírai versok, ez ilyen biztos nagyon szépen kell megcsinálni, és akkor majd lesz az egy ilyen nagyon szép vonós négyes, és egy ilyen nagyon kis lírai lassú zenével ez el lesz adva, és akkor az gyönyörűen működni fog. Elkezdett érdekelni az, hogy hogyan lehet, és ez a veszélyes rész, hogy amivel egy órával ezelőtt beszéltem, hogy hogyan lehet úgy kizökkenteni a vártból a zenei hangulatot, hogy ne azt tükrözze, amit az ember először olvasva gondolna a versről. Értem ezt úgy, hogy akár egy egészen zaklatott zenét tenni egy látszólag teljesen harmonikus verssor mellé alá, vagy egy altató című vers mellé nem egy ilyen keringős, vagy ilyen főhúzós gyerekjáték csiningelős hangulatú zenét csinálni, hanem valami egészen más dolgot mellé rakni. Ez tényleg egy egyszerre izgalmas és nagyon nehéz dolog, mert ezzel el is lehet rontani a vershangulatát, meg tényleg hozzá lehet tenni még akár egy olyan síkot is, amire viszont lehet, hogy még maga a költő sem gondolt. Ez megint csak jó és rossz. És hát ezt a felelősséget ugyan kivállalja a cenzúra helyett, hogy az ember eljátszik egy verset így, és az egy dolog, hogy valakinek tetszik, vagy nem tetszik, vagy elhozza-e hozzá a verset, vagy nem. Ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés. Én minden, nem tudom, 2-3 évben teljesen elbizonytalanodom, és megbánok mindent, aztán meg újra fölbátorodok, és semmit nem bánok meg, és beleugrom ebbe a feneketlen kútba. És hát ez tényleg egy nagyon nehéz ügy, a vers megzenésítés, és hát nem véletlenül írták le, hogy ne nyúljon senki könnyelműen a húrok pengetéséhez, tehát hogy ez egyébként tényleg ez egy jó felelősség, főleg akkor, ha az embert minél többen hallgatják, és ha már nem csak a szobájának játszik, akkor, és a szobanövényeinek, akkor nagyon fontos, hogy ne csak a növények maradjanak életben, hanem a hallgatóság is. Hogy találtad meg a verset? Mindent végigolvastam. Igen, és ötös. És volt... Derülhet. Köszönöm szépen. Helyre mehettek kettes. Voltak versek, amik iszonyúan megtaláltak, és nagyon, nagyon szíven markoltak, és megütöttek, és akkor döntöttem el, hogy mindenképpen találni fogok egyet, amit megcsinálok, mert az is bennem volt, hogy azt mondom, hogy megpróbáltam, és nem sikerült, és vagyunk olyan viszonyban, hogyha mélyen a szemedben mondtam volna, és elmondtam volna, hogy így megpróbáltam, belemerítkeztem, és úgy érzem, hogyha csak úgy eljátszom, akkor az hamis lenne, és hogy ez nem az. És amikor engem ott fogott meg Csóri, akkor volt ez az érzés, hogy most már 6. ha szakad, mindegy hány napba kerül, akkor is találni fogok valamit, ahol eljön az az érzés, ami szerintem szükséges egy írói, alkotói folyamatnál, hogy az embert átjárja valami. Ez a dolognak a megfoghatatlan része. Amikor azt érzed, hogy nem az a jó szó, hogy ez jó, vagy működik, mert az majd kiderül, de hogy számomra jó, vagy számomra inspirál, vagy igaz. Igen, vagy hogy azt érzem, hogy nem, így nem hamis. És akkor... Ez ugyanaz, mint az igaz. Nem. A nem igaz az nem hamis. A hamis az nem igaz. És hogy így találtam ezt a verset, a mert volt idő. És akkor ahhoz jött is egy-két dallamfoszlány, és akkor elkezdte szépen megadni magát a vers, mondjuk így. Felolvasod először a verset úgy, ahogy van? Igen. Megpróbálom elmondani, hogy elhiggyétek, hogy majd amikor éneklés közben elrontom, az nem azért van, mert nem tudom a szöveget. Mert volt idő, hogy napok is voltak,
se őszt, és tessék már elrontani. Inkább felolvasom, van egy puskám, mert készültem ilyen pánik roham esetére. Mondtam a mentősöknek, hogy majd csak bizonyos résznél jöjjenek be és vigyenek ki. Van egy jel, és meg is lazítottam a nyakkendőt, a mentősök mindig utálják, ha be van szorosan gombol, mert olyan macera az kibontani. Szóval, hogy mert volt idő, hogy napok se voltak. Se délelőtt, se tél, se délután. Csak a kazalból kiröpülő verebek suhoráztak, csak arcom, szilva szemét láttam a kútba hullni. Tél, ősz, nyár, csak a sár mozgott lábatlanul. Csak a színváltó ribizlősövény a kertben, csak az öregasszony kendőként csapódó lepkék. Csak elfutottam, és visszatértem. Csak ott voltam, ahol sebb voltam. Csak a testem voltam, kezem és lábam. Csak hű kutyaszem a halott vivők háta mögött. Édes és savanyú esők háltak a számban. Csak só voltam, vér, csak méz, csak meztelenség. És ebben nagyon sok sor van, ami nekem nagyon szívfacsaró és fontos. De egyébként nem ez volt az a vers, ami megfogott, csak azt nem tudtam megzenésíteni. A lámpák és öklök között, igen, az a címe, azt hiszem, van egy ilyen csóri vers, majd nyugodtan keressetek rá, mert nagyon érdemes elolvasni. Lámpák és öklök között, ez volt az a vers, ami engem így beszippantott, vagy így belökött ebbe a csóri éterbe, ha mondhatom én. És van egy vers. Én ugye színházba írok viszonylag sok dalszöveget, bár nem ez a kedvenc része a munkámnak, de ezt is meg kell csinálni gyakran. És ha én, ugye úgy dolgozunk együtt, hogy a Kisvinyánszky, Kovács Adrián és én hármasban, most már 12. éve, és úgy Adrián a zene, én a szöveg. És szerencsére Adriánnak van egy gyereke, és ezért nagyon be van lassulva a munka folyamatban, meg van egy párja, ami még sokkal tovább lassítja ezt a dolgot, és ezért nekem van lehetőségem, hogy amikor előjük hárman a startpisztolyt, hogy ez lesz az anyag, nekem ott mindent le kell mondani, és amilyen gyorsan csak tudom, még azt se tudom, miről fog szólni a darab, de ahány dalszöveget le tudok pakolni, nekem gyorsan le kell pakolni, mert egy nap alatt megírok egyet, vagy kettő, de ha Adrián előbb lesz kész, mert mondjuk elmentek vidékre a család, és leül, akkor az nekem hetek, hogy én az ő zenéjére megírjam a szöveget. De most ugye kaptál egy szöveget, és hogy álltál neki? Először refrént keresel? Nem, ki lehet jönni ebből a verze-verze bridge refrén körből egyáltalán? Nem tudom, hogy kell-e. Én szeretek egyébként kimozdulni, pont a Radnótinak van az előhang egy monodrámához. Az egy nagyon hosszú vers, és meg is zenésítettem, és pont ezzel a szellemiséggel, vagy kísérletezéssel, hogy lehetett végigmenni egy majd 4 oldalas versen úgy, hogy az ember követni is tudja, ne forduljon le a székről, tápláljon is, de szerethető is legyen, de ne váljon operetté, vagy operává, vagy ne legyen egy ilyen hatalmas, nagy volumenű valami, hanem maradjon meg a nyersen a vers és a mondani való, mert az már eleve iszonyúan szikáran kirajzolja a fő mondani valót, és hogyan lehet ezt lekísérni akár olyan Cseh Tamásos módon, mert a Bereményi szövegek is pont így burjánoznak. És ott megtettem ezt a kísérletet, itt nem tudtam elengedni ezt a dolgot. Na csak, hogy közös nevezőn legyünk, mert gondolom legtöbb beteg érti, miről van szó, hogy van egy, sokszor ugye egy dalszöveg egy versből alakul ki. Ugye itt jó, hogyha a rímek stimmelnek, jó, hogyha a szótagszámok nagyjából stimmelnek, például a Bereményén általában nem stimmeltek, de pont ez a szép benne. Köszönjük szépen! És ugye, ahogy Kostya mondja a Sirály, Csehov Sirályában, hogy új formák kellenek, a legtöbb alkotó ember ezzel az igényel ül neki egy vers megzenésítésnek, egy színházi produkció létrehozásának, de azért a végén csak lemennek a fények, de azért csak olyan a díszlet, de azért csak van egy refrén. Tehát valahogy az új formához nagyon oda kell születni, és jókor és jó embernek, és valahogy az ember visszatér a hagyományos formához, így vagy úgy, bármilyen nagy szándék alát oda, és olykor az életében egyszer-kétszer megtörténik tényleg ennek az új formának a létrehozása. Most amennyire, bár Balázs ebben sokkal avatottabb, de
mégis most én fogom ezt elmagyarázni. Az ember keres egy, sokszor én azt tapasztaltam, hogy refrént keresnek először egy dalhoz, ugye az fog ismétlődni, koncerteken arra fognak sírós szemmel fröccsel ordítozni a fiúk és a lányok. És ugye van a verze, a verszakok, azok elég, ha egyszer elhangoznak, vagy maximum kétszer, és a verzét meg a refrént össze kell kösse egy ilyen átmeneti rész, amikor a gitáros már elkezd izzadni, azt hívják bridge-nek, ez sokszor kimarad, és akkor csak verze van és refrén, és ezeknek a akkordképlete is általában hasonló van a verzének, egy akkordképlete van a bridge-nek és egy refrénnek. Ezt azért mertem ilyen bátran elmondani, mert ez a Beatles óta, a mai Petőfi rádióig tulajdonképpen 100-ból 99 számnak tulajdonképpen ez az alapképlete, nem? Igen, és ezért szerettek én így néha így szembeszegülni ezekkel. Tehát nem vagyok ezzel egyedül, nagyon sokféle formája van ennek a dolognak. Hát nagyon sok éve nem divat a gitárszóló például a rádióban, vagy a rádiós dologban, vagy sok olyan dolog van, amit említhetnénk, de nem akarok ilyen zenei jellemzővé átmenni, mert vannak nálam is még ezerszer jobban avatottak ebben az ügyben. Érdekes módon én soha nem ijedek meg attól, és soha nem a refrént keresem először. Mert van egy ilyen teljesen buta dudorászás, hogy egy ilyen belső ritmus keresés, ha mondhatom ezt így. Ennek a versnek is nekem azonnal átjött a belső lüktetés. Ugye van az a rész, hogy csak a színváltó ribizni sövény a kertben, csak az öreg asszony kendőként csapódó lepkék, csak elfutottam és visszatértem, csak ott voltam, ahol sebb voltam, csak a testem voltam, és ilyenkor csak a csakokat látom. És akkor ezt hívom belső ritmusnak, hogy mint egy dühös ember a kerítés tetején, ezek voltak a csakok. És akkor tudtam, hogy ezt a faj, és ez nem véletlen, hogy így van megírva, és hogy ezt valószínűleg nem akarom líra ilyen lassan kielemezve énekelni, mert hogy ez nem az. Úgyhogy engem abba az irányba lökött ez a fajta hangulat, és ez a fajta ilyen kis élet igenlő és egyszerre igenlő és ellenző forradalmásság, hogy akkor ez mindenképpen valamilyen ilyen dolog kell, hogy legyen. És akkor az ember ilyenkor azt is keres, hogy mi az a tempó, ahol még lehet kimondani gyorsan egymás után szavakat, hogy mi férhet bele, és akkor így született meg ez a tempó, hogy... Hogy ez még azért pont annyira forradalmi, mint amennyire lírai, és akkor ez ilyen... Ez annyira jó, hogy az új Szabó Balázs számnak most volt először nyilvánosan két üteme. Ez mennyire jó? Lemaradtam róla. Nem figyelsz magadra, Balázs. Mióta mondom? Az a baj. A menedzserem is mindig arra kér, hogy figyeljek magamra, és mindig elfelejtek. De hát van ilyen. Ezek a nem hálás. Mert nézelődsz, hogy mire is kellett figyelnem? És körbenézek, és csak rátok figyelek. Meg rád. Most kéne lemennem a mikrofonért, ugye? Akkor most igazi taps lett volna. Na mindegy. Ezt is elrontottam. Szóval így kerestem egy belső ritmust ennek a dolognak, és aztán meg az ember ilyen a legtitkosabb részként, amit most sem fogok megmutatni, mert ezt a saját mikrokörnyezetemtől is, sőt, még a saját kutyusom elől is bezárom az ajtót, hogy így majd hallja azt a szörnyűséget, amit alkottam, ha már kész van, de hogy amíg fő a leves, addig nem nézzük meg, hogy mi van benne. Hát nagyjából ez tényleg ilyen dolog, hogy így az ember kínlódik, kinkeservesen énekelget, vannak hajlítások és dallamfosztányok, amik így megszületnek, és akkor az ember megörül saját magának, hogy hú, ez jó, és aztán a következő két óra meg iszonyú nehéz, mert jó, de hát nem lehet ez egy dal, hogy triri, 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 ez még nem egy dal. És akkor így ez a küzdés. De ezt a dalt, ezt nagyjából fél évig írtad. Olyan is. Ez nem biztos, tehát hogy... Rengeteget dolgoztál rajta. Sokat dolgoztam, de egyébként maga az alapötlet az helyek közel hamar megszületett. De hát ilyenkor, amikor megszületik egy dal, fel is kell öltöztetni, meg végig kell gondolni, hogy mik történjenek benne vele. És igazándiból őszinte vagyok, az idő legnagyobb részét az részben a... Nem tudom, hogy beszéltünk be MR arról, hogy mikor fog ez majd megjelenni, de lehet, hogy ezt tervezed majd a legvégére elmesélni, vagy nem. De hogy ugye ez most még attól, mert én most eljátszom, attól még most itt a kijáratnál ez nem lehet. Basszus, de jó, hogy már a kazetták korát már nem vagyunk, mert most lemásolhattam volna otthon, és árulhatnám ügyesen a bejáratnál nagy örömödre.
De hogy ez ugye most még azért egy különleges bemutató, mert itt most eljátszom, aztán még egy jó darabig nem fogjátok újra hallani, de az is lehet, hogy mikor újra halljátok, akkor azt fogjátok mondani, hogy teljesen másra emlékeztem. Ja. Kösz. Hát hiányzik mellett egy zenekar, igen, az látszik. Nem, egyébként a maga a felvétel is, amit neked odaadtam megmutatásra, ott is így még viszonylag az én kis suta kezeimmel van benne zongora is, rezesek is, nagy bőgő is, ilyesmit, tehát hogy így persze próbáltam, elértettem, hogy felöltöztetni a történetet, hogy mert ilyenkor az árva zeneszerzői mindig ilyen vérszemet kap, hogy még ez is, de jó lenne, meg attól jobban kiderülne ez, vagy jobban kiderülne az, és hát nem bírtam én sem megállni, és akkor a kis otthoni stúdiómban elkezdtem mindenféle dolgokkal kísérletezni és kitalálni, és hát ezért a fél év. És amikor belenyugodtam, hogy jó, akkor szerintem most már úgy adta meg magát a vers, hogy talán már dal, akkor tudtam jó lelkiismerettel odaadni. És mi lesz a címe? Marad? Marad szigorúan, mert hogy nem, soha nem nyúltam vers címhez. Ez egy újabb kísérletezési forma lehet majd, de hagytam. Akkor menjünk neki a dalnak. Mit tudok benne segíteni? Vagy? Hát vagy basszusgitár, vagy zongora, vagy dob, vagy... Csettintés. Jó. Fütyülés sorok végén. Nem, nyugodtan nézheted, ahogy elmerül kicsiny hajó. Egyébként az jutott még eszembe, hogy ilyen skandináv film címként, hogy az ember, aki bemutatta a dalát egyszer, és soha többi. Úgyhogy remélem, hogy kimászok ebből a skandináv gödörből. Na de hogy valahogy így akart ez szólni, mert volt idő, Csóri. Mert volt idő, hogy napok se voltak, se délelőtt, se dél, se délután. Csak a gazabból kiröpülő verebek suhoráztak, csak arcom szilva szemét láttam, a kútba hullni tél, ősz, nyár. Csak a sár mozgott lábatlanul, csak a színváltó ribizli sövény a kertben, csak az öreg asszony kendőként csapódó lepkék, csak elfutottam és visszatértem, csak ott voltam, ahol se voltam, csak a testem voltam, kezem és lábam, csak hűkutya szem a halott bűvők hát a mögött, édes és savanyú esők háltak a számban, csak só voltam, vér, csak néz, csak mesztelenség, mert volt idő, hogy napok se voltak, se délelőtt, se dél, se délután. Se dél, se délután, csak a gazabból kiröpülő verebek soráztak, csak arcom szilva szemét láttam, a kútba hulli tél, ősz, nyár, csak a sár mozgott lábatlanul, csak a színváltó ribizli sövény a kertben, csak az öreg asszony kendőként csapódó lepkét, csak elfutottam és visszatértem, csak ott voltam, ahol se voltam, csak a testem voltam, kezem és lábam, csak hűkutya szem a halott idők háta mögött, édes és savanyú esők háltak a számban. Csak só voltam, bér, csak néz, csak mesztelenség, mert volt idő, hogy napok se voltak, se délelőtt, se dél, se délután. Csak elfutottam és visszatértem, csak ott voltam, ahol se voltam, csak a testem voltam, kezem és lábam, csak hűkutya szem a halott bűvők hát a mögött, édes és savanyú esők háltak a számban. Csak só voltam, vér, csak néz, csak mesztelenség, mert volt idő, hogy napok se voltak, se délelőtt, se dél, se délután, édes és savanyú esők háltak a számban.
Csak só voltam, vér, csak méz, csak meztelenség. Én iszonyú boldog vagyok, de tényleg tökre vagyok érzékenyülve, hogy ez létrejött. Mert szerintem ez nagyon jó lett. Köszönöm én módon, hogy bevezettél az előszobába, szépen illendően levettem a kabátomat, bementem mezítlába a szobába, és... Szerintem nagyon jól látok egymásnak Csórival. A következő évek megmondják egyébként. Engem is így tovább inspirál, meg érdekel, úgyhogy mindenképpen... Ez nagyon nagy boldogság. Miközben játszottál, és végig gondoltam azokat az éveket, amiket együtt töltöttünk, vagy sokat marhultunk, dolgoztunk, meg a lelkünket ütköztettük. Eszembe jutott most egy Cseh Tamás anekdota, hogy amikor az Iskola utca 35-ben együtt laktak Bereményivel, és ha valamelyiküknél csaj volt, akkor a cetlit hagytak az ajtón. És ezek a cetlik mindig ilyen... virágnyelven volt megfogalmazva valami. A leghíresebb ilyen cetli a könnyű kávé tündikénél 7:30. Tehát le kellett menni az Isola Bella presszóba, és 7:30 legalább ott lenni egy kávét, vagy valami mást inni tündikénél, aki a... Érdekes, mert Cseh Tamás is, meg Bereményi is úgy emlékszik vissza rá, hogy bögyös. Pedig máshol nem használják ezt a szót, de lehet, hogy tündi ennyire jellegzetes... mint a homlokára lett volna írva ez a jelző. És Mag Károly is volt egyszer náluk, és úgy kezdi, mert ismerősök is rájöttek, hogy ha nincsenek otthon, lehet cédulát hagyni. És úgy azt írja Mag Károly, hogy úgy kezdi, Vagány Tomi, ez a megszólítás. Itt voltam, nem tudom szóról, de nagyjából ez, hogy itt voltam, te nem voltál itt, most átmegyek anyámhoz, dolgozni fogok a te szövegeden. Ott leszek 7-ig, 7:30-ig, 8-ig, 8:30-ig. Ez idő alatt tudod hívni az otthoni számot, kérlek hív fel. Ha addig nem hívsz, akkor nem fogok menni Kex koncertre. De az is lehet, hogy elmegyek csajozni 2-3 csajjal, de az is lehet, hogy énekelni fogok egy házi buliban. De valószínű, hogy egyiket sem fogom csinálni, mert én végtére egy végtelenül magányos kis ördög vagyok. Hogy van? Tisztelettel, Makkarcsi. 3K-val. És miközben játszottál, ez jutott eszembe, hogy na most egy ilyen levelet írnék neked, hogy hát azért mi valahol végtelenül kis magányos ördögök vagyunk, de vannak azért ilyen kis pillanatok, hogy tényleg úgy őszintén tudok örülni annak, hogy ez létrejött, mert ennek van talán értelme. És egyébként a Facebook virtuális falán is hagyhattunk volna meg egy üzenetet, hogy ma bemutattunk egy dalt 6-kor, 7-kor, vagy 8-kor. 8-kor. Szép. Igen. Igen. Egyébként az hozzátartozik a történethez, hogy én olyan eszméletlen logisztikai menedzser vagyok, te rám, apukámnak volt egy ilyen olyan kedvenc vicce gyerekkoromban, hogy akkor még a szőkenős viccek nagyon dívtak, akkor még nem volt se gender, se, még laktózérzékenység se volt. Gluténról nem is beszélve, ugye a 2000-es évek nagy felfedezetje. De volt ilyen, mit csinál egy szőkenő két vasgolyóval egy üres szobában? Az egyiket elveszti, a másikat elrontja. Ez volt egy ilyen visszatérő vicc. És aztán rájöttem, hogy ez nem vicc, hanem az én életemet predesztinálta tulajdonképpen egy az egybe, mert én azt se tudtam, hogy ma belépős ez az esemény. És azt tudom, hogy és azzal is lebuktam, nem tudom, hogy hánykor kezdődik, én itt voltam 7-kor. Ezzel buktál le. Ezzel buktam le, igen. De te annyira örültem, hogy 7-kor kígyózó sorok, na mondom, Balázs, itt így szeretik a Balázst. 8-kor itt teltház. 8-kor rengetegen lesznek, ha már 7-kor ennyien vannak. Na, és ezt az egészet azért mesélem, mert már elfelejtettem. Mert hogy nincs itt még vége az estének, és mielőtt elmentek szünetre, vigyázzatok magad. Nem, még nem, mert most jön egy olyan rész. Mondjuk én is egy szőkenős viccet. Nem. Az enyém sem volt jó, szóval te ne próbálkozz meg.
Szóval most jön egy olyan rész, amikor ti kérdezhettek a Balástól, a legrosszabb esetben tőlem. Vagy a Hasitól. Ez az lesz a DVD after. Extra. DVD after. Tehát van egy kérdése valakinek Balástól? Az megfoghat egy URH mikrofont. Ezek nagyon jó mikrofonok. Az első kérdés kap egy dalszövegkötetet. Beszerzési áron. Jó. Hát Balázs, ezek szerint nagyon komplexű válaszoltál, vagy... Az a baj, megint többet mondtam, mint szerették volna. És ilyenkor nehéz... Mint... Nem. Szerintem az egy megszólásod, abban volt pár gordiuszi csomó, de a többi az követhető volt. Kösz. Nem. Az is nagyon. Nekem kellett volna bevernem oda az ékeket jó helyekre. Tudom, a kisz. Nem tudtam. Meg ilyesmi. A kisz. Kisz. Igen, mert lemaradtam. Na jó, ez majd a következő estén. Jó, hát akkor... Ennyi pénzetek van? Igen. URH. Bekapcsolva hagytam. Kimeltek a monitor? Gábor. A mentősök itt vannak, nyugodtan ugrálják. Tudom, hogy nem ide tartozik, de Pilinszkitől melyik a kedvenc versed? Fú, ez egyszerre üdvös és üdvtelen kérdés, de köszönöm. Mindig változik egyébként, ha őszinte vagyok, és Hasival pont elkezdtük ezt a, most bár kicsit szünettel a szívárnyék, de az a nem bújt el örökké, tehát nem ő a következő 100 év bújócskának a győztese. Ezt se bírtam egyszerűen mondani, láttad? Szóval, hogy... Igen, én például egyetlen is értem, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a következő mondat, ami ezt megmagyarázza. Szóval, hogy lesz még majd, és azt csak azért mondom, mert hogy mindig, amikor találkoztunk, mindig eltelt egy pár hét, vagy néha hónap is, és akkor ilyen fölragyogó arccal meséljük egymásnak, hogy hú, te olvastad azt, és az a sor neked megvan, hogy ki csavarja az embert, és akkor az ember hirtelen szerelmes lesz abba a 2-3 sorba, vagy néha csak egy szófordulatba is, és akkor így azzal eltáplálkozik nagyon sokáig. De nekem tegyük föl a kicsit ilyen banálisan, tudom, hogy sokaknak kedvenc, de nekem is nagyon meghatározó volt, és mind a mai napig hurcolom ezt a két sorosát, hogy az ágy közös, a párna nem. És hogy ez ilyen annyira be tudja dobni az embert a, majdnem mondtam, hogy a sinek közé, és akkor áttérhetnénk egy másik költőre, de a második epizódot majd a Hasékra bízom. De hogy tényleg nagyon szerettem Pilinszkiben azt a fajta, ha már vasgolyó fölmerült, nem is sejtetted, hogy Pilinszkinél is följön nagyon sokszor ez a kép, hogy a vasgolyó, és ha az is ütközik, az is mi. És hogy hogyan lesz a hétköznapi szó, vers és irodalom, és hogyan jelent önmagánál sokkal-sokkal többet. És Pilinszkiben ezt nagyon-nagyon szeretem, és minél Pilinszkinek a minél egyszerűbb, ami rám sem jellemző, mert nem bírom egyszerűen elmondani a mondandómat, de hogy ez is már annyira banálisan egyszerű, hogy az ágy közös, a párna nem, és közben meg egy egész életet mögé lehet mesélni, és egy egész filmet lehetne forgatni erről, hogy mit jelent ez a két egyszerű sor, úgyhogy ma este ez jutott eszembe. De köszönöm a kérdést. Emlékszem, amikor egyszer egy előadásunkon nem mondtad, mert elég improvizatív volt az előadás, és egyszer nem mondtad. Miért mondtad, és a következő előadás végén odajött hozzánk egy idősebb nő, emlékszel? Igen. És azt mondta, hogy csak azért utaztam 200 kilométert, hogy még egyszer halljam ezt a két sort, és nem mondtátok. Emlékszel? És egy akkora élet, képzeljétek el, hogy egy körülbelül 60 éves nő utazik 200 kilométert, hogy még egyszer meghallgassa azt, hogy az ágy közös, a párna nem. Az nagyon, utána hosszú órákig beszélgettünk erre, az nagyon szép. Igen, és hogy milyen érdekes, hogy ez a nő úgy, ahogy kinézett, és ahogy odajött, és azzal az életérzéssel, ahogy föltette a kérdést, hogy egyszerre volt elkeseredett, és mégis ilyen engedékenyen dühös. Ez ilyen annyi mindent vetített, hogy vajon mi lehet az ő életében, hogy neki ez miért lehet pont neki fontos ez a két sor, és hogy ez most azért fontos, mert az mostani életére igaz, vagy egy régi életére, és ilyenekről egy órát duruzsoltunk. Akkor, ha Pilinszkivel fejeztük be, akkor bezárnám, hogy mégis Csórira térjünk vissza. Csóri
Csóri gondolataira Pilinszkivel kapcsolatban, de elmondom ezt a három sort, amit ma találtam Pilinszkitől, ez egy töredék. Olykor veszünk egy régi cserepet, és elhelyezzük a falon, pedig csak egyedül vagyunk. Ennyi. Tehát olykor veszünk egy régi cserepet, és elhelyezzük a falon, pedig csak egyedül vagyunk. És akkor megpróbálom felidézni a Csóri, hogy reflektál Pilinszkire. És az is megtörténhet, hogy nem tudom felidézni. Amit, tehát egy Pilinszki versre, az egyenes labirintusra reflektál Csóri, hogy az első sor, amit eszembe, amit Pilinszki a maga keresztényi csöndjében értett. Pilinszki ezzel felmutatta századunkat, és megmagyarázta századunkat, amelyben idegenül éltünk, és amelyet apró kis metafizikai csodák segítettek átvészelni. Ez mennyire a mi életünk. Felmutatta századunkat, amelyben idegenül éltünk, és amelyet apró kis metafizikai csodák segítettek átvészelni. De amit Pilinszki a maga keresztényi csöndjében értett, én a magam zsivajos életében hogyan érthettem volna? Még ha telítve lett volna körülöttem a levegő filozófiával. De hát nem volt. Még a legközvetlenebb baráti társaságok sem tevékeny gondolatok köré szerveződtek, hanem inkább nők köré. Alkohol köré, meg végvári kis taktikázások köré. És igen, én is belesodródtam mindenféle mellékes kalandba, egyebek közt olyan párhuzamos szerelmekbe bonyolódtam folyton, amelyek regényesek voltak ugyan, tele ígérettel és életveszéllyel, kínzásokkal és kínzatásokkal, de épp az önátadás szabad őrülete hiányzott belőlük. Mennyire szép. A szerelemből ez hiányzott neki. Vagy a kapcsolatából az önátadás szabad őrülete. És ami akkor férfias kalandnak látszott, ma már egyértelmű, hogy férfias zavar volt. A nőkhöz való viszonyomban, a világhoz való viszonyom is egyértelműen kirajzolódott, nem tudtam sem erre sem elvetődni. Mintha egy kés hegye, vagy egy harang kondulás hiányzott volna a szívemből, ami szenté, aszkétává, mosolygós, nyugodt, őrülté avatt. Itt eszembe jut Juhász Ferenc, mondja Csóri, egy gondolata, hogy hol van ma egy Csontvári, aki a napút festője akart lenni, és vásznait feltöhetően az Istennek szánta. Hol van ma egy ilyen ember? Ez elég gyakran eszembe jut. És ilyenkor arra gondolok, hogy most kéne becsukott szemmel átszakítanom az életemet körbelángoló Szaturnusz gyűrűt, hogy összeégett arccal és lélekkel a Van Gogok világába léphessek át. Jó kis szöveg, kár, hogy nem én írtam. Hát Balázs viszont sajnos befejezésül el kell még egyszer játszod a számot. Igen, sajnos. Igen. Ugye? Igen, és akkor ezzel be is fejeztük az első felvonást. Második felvonás, Pocket, dalszövegkötet, bemutató Szinkó Jimmel és Horváth Panna, édes-édes Horváth Pannával. Most azért meglepődnétek, ha játszanék egy egészen másik verziót még. Mert volt idő, hogy napok se voltak, se délelőtt, se dél, se délután. Csak a kazalból kiröpülő verebek suhoráztak, csak arcom szilva szemét láttam a kútba hullni tél. Ősz, nyár, csak a sár mozgott lábatlanul, csak a színváltó ribizli sövény a kertben. Csak az öreg asszony kendőként csapódó lepkék. Csak elfutottam és visszatértem, csak ott voltam, ahol sebb voltam. Csak a testem voltam, kezem és lábam, csak hűkutya szem a halott gyűrők háta mögött. Édes és savanyú esők háltak a számban, csak só voltam, vér, csak és csak mesztelenség. Csak elfutottam és visszatértem,
csak ott voltam, ahol se voltam. Előtt se dél, se délután, csak a kazabból kiröpülő verebek suhoráztak, csak arcon szilva szemét láttam, a kútba hullni tél, ősz nyár, csak a sár mozgott lábatlanul, csak a színváltó ribizli sövény a kertben, csak az öreg asszony kendőként csapódó lettél, csak elfutottam és visszatértem, csak ott voltam, ahol se voltam. Csak a testem voltam, kezem és lábam, csak hűkutya szem a halott vívők hát a mögött, édes és savanyú esők háltak a számban. Csak só voltam, vér, csak tűz, csak mesztelenség, mert volt idő, hogy napok se voltak, se délelőtt, se dél, se délután. Csak elfutottam és visszatértem, csak ott voltam, ahol se voltam. Csak a testem voltam, kezem és lábam, csak hűkutya szem halott hívők hát a mögött, édes és savanyú esők háltak a számban. Csak só voltam, miért csak néz, csak mesztelenség, mert volt idő, hogy napok se voltak, se délelőtt, se dél, se délután. Édes és savanyú esők háltak a számban. Csak só voltam, vér, csak méz, csak mesztelenség.